Na szóval, vegyük is át akkor a frissítést. 11.7. Buffolva, Vanguard, Nidalee, Vladimir, Irelia, Darius, Yumi, Aatrox, Cho'Gath, Shen, Talon, Sejuani. Trait változások. Trait változás alatt annyit értenek, hogy a Vanguard, vagy a mit tudom én minek hívják őket magyarul, aminek sok armorja van. Lényeg az, hogy a 8-as traitnél, mivel ez úgy megy, hogy 2, 4, 6, 8, 800-ról 1000-re felvitték az armort. Ez most azt jelenti, hogy az élharcosoknak, kösz szépen tettes, 1000 armorjuk lesz, jóval tankosabb lesz, de így is megoldható a probléma egy settel vagy egy Lee Sin-nel. Champ változtatások, tier 1-es karakterek közül. Nidalee-nak Javelin Toss Damage 3-star verzión csak változtattak, 300-ról 350. Ha high-rollolod a Nidalee-t megfelelő itemekkel, free top 4, in my opinion. Bisse biztos, tehát legjobb itemekkel biztos. Legjobb itemeket honnét tudod megnézni? Beírod Csetrej felkiáltójelbe, és a statisztika alapján meg fogja mutatni. Minden egyes frissítésnél friss elemzéssel. Tier 3-as karakterok. Hatalmas változás érintette Dariust, mivel ugyanis eddig mindig úgy volt, hogy ahogy használta ugye a guillotine-ját, vagyis az ability-ét, ha megölt vele valakit, ugye továbbugrott a következő célpontjára. De most itt az volt az egyetlen egy probléma, hogy ilyenkor minden egyes továbbugrásnál 25%-kal csökkent a damage-e. Ezt jelentősen megváltoztatták olyan esetben, hogy csak egy csillagos verzióban lesz 25%, két csillagosban 20%-ot, még nem annyira lesz érezhető változás. Na de 3 star-ban a 10%, tesó. Very nice. Nem tartom kizártnak, sőt, most már szinte biztos vagyok benne, ha te level 7-en behiteled a Chosen Darius-t, majd ki tudod 3 star-ozni, mivel jelenleg tier 3 3 star-ozós meta van, ha úgy vesszük a Keeper-t, vagy az Akalit, akkor simaliba 3 star Darius, ami végig fog szépen ugrálni mindenen is, meg nem igazán csökken damage-el. Irelia-nak a Disarm Duration-je 3 star verzióban most már 5 másodperc. Érdekes változtatás, azt mondom, hogy így megéri már végre a 3 star Irelia Disarm változtatás, mert tehát megéri trisztározni az Irelia-t, mert így most már nem az van, hogy adtak neki normális damage-et is, hanem adtak neki normális disarm duration-t is. Kérdés, hogy ez vajon túl broken lesz-e? Bár eléggé ki tud herélni egy duelist kompot, ha nincs QSS. Tudjuk ezt már a YouTube videóban, hogy azért nem igazán játszunk duelistet QSS nélkül, de hát ha letelik a QSS, akkor aztán az 5 másodpercig, ameddig fappol egy helybe karakter, nem éppen kellemes. Yumi, Zumi's Heal. 75%-ról 90% missing health. Bra. Az már egy elég szép heal tud lenni, főleg a brawleroknál. Ki tudja, lehet bekerül hozzájuk. Megnézzük. Tier 4-es változások. Troxnak növelték ott is a 3 star verziójának a damage-ét. 2000-ről 2500. Az... most már one-shotolni fog mindent is. Chou-nak a damage-ét 1500-ről 2000-re. Ami megint brutális. Talon True Strike bonus damage 400. Hoppá, Talon az egyetlen egy, ahol láttam, hogy a kicsillagos verzióban is változott. Tehát 150-ről 200, majd 400-ról 600. Itt az lesz, amitől én féltem, tehát az előző frissítés elemzős videóban ugye beszéltünk erről, hogy túlzásba fognak esni a Talon buffolással így az utolsó pár hétre, mint ahogy túlzásba estek az Ahri rebuff-val is, ugye a legutolsó frissítésben mindenki Ahrit Ahrival játszott, mert egyszerűen annyira túlnyomták. Remélem, hogy nem fog itt is ez történni, de őszintén szóval Talonra még mindig nem igaz, hogy nem akarják elismerni, hogy nem a damage-el probléma, a képessége.
legyen immunis két ugrás közt, már nem működik rendesen. Shen Max Monologue Duration 448-ról 4 second lett. Sejuani Firecracker Damage 100-200-800-ról 100-200-1600, meg duplázták a Tristar verziónak a damage-ét. Ami kellett, és neki valljuk be, már hiába húztad ki a Sejuanit, nem a... Reménykedtél ezt egy nagyon-nagyon nagy damage-be, de mi az a 800 Tristaros? Közben meg megnézed a másikat, hogy másik tier 4-es karakter eddig is ott volt a Cho'Gath 1500-zal, vagy a Trox 2000-rel, tehát ez ilyen... Most a 3-star Sejuani ez undorító lett. Így ahogy mondja Kristóf, és hogy 10 szekig stunol, meg most már lesz damage is. Hát, very nice, very nice. Zaya Featherstone Return Damage. 3-star Zayát buffolták. Hát nem vagyok biztos benne, hogy ez jó ötlet volt, de... Hát végül is a 3-star Zayázó elérsz odáig. Elég nagy win potenciálot kell, hogy legyen. Úgyhogy 400-ról 600-ra még felvitték. Meglátjuk, hogy fog teljesíteni. Én azt mondom, hogy eddig is erős volt, de... Hajrá, hajrá. Erre kíváncsi vagyok erre. Ranked. We made changes in MMR systems to create more consistency in LP gains loses. Ez az a legutolsó, majdnem legutolsó frissítésre változtattak az MMR rendszeren. Very nice, Riot. Majdnem időben. Szóval most már sokkal simább lesz ez a, hogyha climbolsz vagy esel. Nem az lesz, hogy lezuhansz érte 80-at, vagy fölmész 60-at, hanem mit tudom én, lehetséges, hogyha jobb az MMR-ed, akkor nem annyit veszítesz, ha... Erre kíváncsi vagyok én is, hogy most már nem az lesz, hogy így az LKG-d érted úgy ugrál az LP pontod, hanem most már simább lesz, hogy feljebb-lejjebb. Érződnie kellene. Na, és ami megint ugyebár megint én sikerült, hogy időben megtaláltam. Fixelték Zilénnek a Rewind Fate-jét, ahol kikerüli a karakterokat, amikre ultizik, vagyis hogy nem, hogy kikerüli, hanem hogy nem működik rendesen az ultja. De bro, nem igaz, ezt beképzeled? Nem igaz, azt hiszed, hogy hát ez nem így működik. De igen, kurvára így működött, rohadtul szar volt. Még mindig problémás lesz vele. Zilénnel rengeteg baj van, én csak azt remélem, hogy a lényeges részét kijavították, kasztoljon ki meg az, ne halljon meg, akire kikasztol. Már eddig rengetegszer volt az úgy, hogy... meghalt, miközben rákasztolt. És így nézel, hogy bra, ez nem így kéne, hogy működjön. Ennyi lenne ez a frissítés. Ha tetszett a videó, nyomj rá egy lájkot, vagy iratkozz fel. Megnyomjuk tovább a streamet. Peace.